Régi korokat felidéző játékokkal lepte meg megyénk magyar lakta településének óvodáit, iskoláit a múlt héten a magyarországi Ceglédi Népi Játszótér. Szerdán délelőtt Máramarosszigeten a Lővei Klára Líceum udvarát népesítették be, hordolovaglóval, diótörővel, karikadobással, teknőhorgászattal, golyalábazással, csirkepofozóval, toldi erőpróbával, mikaszardobóval, óriás szapambuborékokkal, a szabadba csalták a kicsiket, nagyokat. Lehet látni, a gyerekek nagyon szeretik, hogy kikerülnek a szabadba, és ezek mind ilyen ügyesség, mozgásos játékok. Szinte egész nap eljátszanak a játékok, és nem csak a gyerekek, hanem felnőttek is ugyanúgy szokták szeretni a játékokat. A Népi Játszótér a Teleki Magyar Ház meghívására érkezett megyénkben. A Bányai Teleki Ház meghívásából érkeztünk Nagybányára, és a Teleki Ház vezetői szervezték meg, hogy a gyereknap alkalmából 9-10 településre elvigyük ezeket a játékokat, iskolákba, óvodákba, és ez egy ajándék a gyerekeknek. A játékokat mi készítjük régi játékok alapján, 25-30 darab játékkal, játékot szoktunk vinni, plusz még szokott lenni egy nagy hinta is nálunk, amit szintén ilyen kézzel forgatnak és fából van, csak az nagyon nehéz és a szállítás miatt most nem tudtuk elhozni. Az a játék lényeg, hogy rá kell asszózni a szarvára a kötelet. Megfogod a fejed fölött, és megpróbálod rádobni. Majdnem. Látható egy kakas, fölevelem. A közepén van egy lyuk, és ebbe kell betalálni a labdából. Esetleg. Nem könnyű. Menjünk tovább. A kalapja, az lyukas, van itt nagyon sok színes labda, és akkor szintén be kell dobni. Ez főleg a kicsiknek jó játék, lehet mögé menni. Van, aki visszadobja, van, aki beledobja. Ez jó. Beledobni. Picit bírálnátok, hogy lássuk, az nagyon jó lenne. Csak egy picit. Megfogja a kis tányi kötelet és húzza magát. Jaj, de külön. Egyik kezedet így rakod, a másikat csak így. Csak lehet csak húzzad magad. Húzzad. Én is csak lennám. Megpróbálhatom. Mindenki megfogja. Jó. Úgy kell beleütni a kosárba, hogy beleessen. Jó. Milyennek tűnnek a játékok? Nagyon jók, érdekesek és mindig másfajta. Élvezed? Igen, nagyon jók. Kiket tetszik a legjobban? A buborékos. Nagyon szép, mert buborékokat fújunk, és aztán mindegyik kiukad, és a víz elveszik. Tetszenek ezek a játékok? Igen, nagyon jók. Igen? Melyik tetszik a legjobban? A balonos, mikor kell a balon fújni. Igen, a szapambuborékos? Igen. Igen. Szeretnél máskor is játszani? Igen. A játékokkal? Igen. Juditka! Zöld energia vagyok, a turizmus a történelmi Máramarosban. A Márakaszó folyón felépítendő vízgyűjtőgátakról folytattak nyilvános vitát június 8-án vasárnap Falusugatagon. A találkozón megvitatott 6 vízgyűjtőgát felépítéséhez a helyiek negatívan viszonyultak. A találkozón bemutatták a Mára és Mára Gyula falva között felépítendő gátak tervét, és felhívták a figyelmet a Mára, Desze, Hernécs, Hotinka, Hót, Falusugatag, Gyula Monostor
Váragyula falva, Budafalva, Olágtót falu és Kálin falván bekövetkező munkálatokra. A megbeszélésen részt vettek a helyi lakosok képviselői, az agrárhálózat, a helyi hatóságok képviselői, befektetők és érdekelt személyek. Az építkezési engedély megszerzéséhez szükséges engedélyeket és megállapodásokat a közösség tájékoztatása nélkül állították ki. Aknasugatag lakosai rendkívül elégedetlenek, a gátak felépítését határozottan ellenzik. Népszavazásra kérték fel Ivászuk Mihály polgármestert. A World Wide Fund, Nature Romanian és más környezetvédelmi szervezetek kétségbe vonták az engedélyeket, petíciókat állítottak és különböző tiltakozási megnyilvánulást szerveztek. Újrahasznosítható anyagokból, műanyagpalackokból készített csónakok versenyét szervezte a hétvégén a Máramarosszigeti Köztisztasági Vállalat együttműködésben a Környezetvédelmi Rendőrséggel és a Zöld Völgy Egyesülettel. A rendezvényen diákok és különböző civil szervezetek képviselői vettek részt. A Teplicetónál megszervezett megmérettetésre 12 csapat eredetibbnél eredetibb csónakkal nevezett be. Egy 150 műanyagpalackból 70 kg kibíró csónak megépítése 6 órát vett igénybe, vallották a résztvevők. Nagyon jól elkészített csónakkal jelentkezett a mi csapatunk. Remélem, sikernek fognak örvendeni ezek a gyermekek. Dicséretre méltó ennek a versenynek a megszervezése, mely az újrahasznosítható anyagok felhasználására ösztönzi a résztvevőket. Ezért is jó, hogy a hulladékokat szelektíven gyűjtjük, mondta Kotyá Johann, az 5-ös számú általános iskola igazgatója. Az elkészített műanyag palackcsónakokat nem volt egyszerű a zsűrinek kiértékelni. Elsősorban figyelembe vették a munkák eredetiségét, a levegőképességet és a felhasznált műanyag palackok számát. A Teplicetónál megszervezett műanyag palackcsónakok versenyének célja a hulladékok szelektív gyűjtésére való ösztönzés volt, hogy biztosítást adjunk arról, hogy egyes hulladékot fel lehet használni, mondta Szorin Izrael, a helyi közigazgatási vállalat igazgatója. Első díjban és 1000 lejben az Alsórónai Általános Iskola részesült, második díjat és 500 lejt a Dr. Mihály Deábs Általános Iskola kapott, harmadik díjas és 400 lejes nyereménnyel a Váncsfalvi Általános Iskola lett. Negyedik helyen a Máramarosszigeti 5-ös számú Általános Iskola végzett, 50 lejjel jutalmaztak minden résztvevőt. A szervezők remélik, a verseny első kiadását több is követi majd. Emlékműsort szervezett 2014. június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján a Turulsas Hagyományőrző Egyesület a Nagybányai Teleki Magyarházban. Az emlékműsort Nagy Zoltán történelemszakos tanár, a Turulsas Hagyományőrző Egyesület elnöke nyitotta. A trianoni békeszerződés aláírásának körülményeiről, következményeiről tartott beszámolót. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig gondolunk rá. Nem kell beszélni róla sohasem. Vallottuk közel 100 éve már. De mindig gondoljunk rá. Nos, szociológiai tapasztalat bizonyítja, hogy amennyiben egy közösségben valamiről nem esik folytonosan szó, a közösség emlékezete elfelejti azt. És visszaültetni egy elfelejtettet a közösség tudatában nagyon nehéz. Amit meg akarunk őrizni, arról beszélni kell. A megemlékezés a Turulsas Hagyományőrző Egyesület verseszenés összeállításával folytatódott. Drága ősi magyar szó, lelkemet tápláló simogató dallam, körülölelsz, mint egy puha takaró, míg ízelgetlek, kóstolgatlak halkan. Varga Károly koltói református esperes szomorúan vett tudomást a megemlékezésen való megjelenés apadásáról. Hiányolta a város elöljáróinak, az egyházak és az iskola testületének képviseletét, majd a Zsoltárok könyvéből verseket idézett. És hogy van-e fogadó készség a beszédre? És engem végképp elszomorít,
az a tény, hogy mióta ugyancsak a tanár úr jóvoltából néhány évvel ezelőtt a István torony mellett lévő kőkeresztnél elindítottuk ennek az emlékezésnek a folyamatát, nemhogy a hallgatóság száma nőtt volna, hanem sajnos egyre apadunk. De jó, hogy legalább mégis ennyien vagyunk. Az emlékműsor a középkori Szent Imre himnusz előadásával zárult, melyet Gyarmati Tímea állított össze. Áldjuk Isten nagy szentében, kivel könyörögjetek, oltalmában érdemében, hogy részesek legyetek. Nemzetünk meg buzgó népe, Szent Imre jön ki értében, esküd szűz és angyal volt. Áldjuk Isten nagy szentében, kivel könyörögjetek. Öröm új hírt adjatok, Szent Herceg jön szentestének, térdet fejet hajtsatok. Áldjuk Isten nagy szentében, kivel könyörögjetek. Dicsőítsük az eget, az ő nagy megszerzőjének, örök hálát mondjatok. Áldjuk Isten nagy szentében, kivel könyörögjetek. Erdő mező virágozzon, sziget liget illatozzon, milliómok eljeltek. Áldjuk Isten nagy szentében, kivel könyörögjetek. Oltalmában érdemében, hogy részesek legyetek. Hasznos és érdekes témákkal szervez konferenciát a Máramarosi Magyar Vállalkozók Egyesülete június 17-én kedden 12 órai kezdettel a Nagybányai Rivulószálló konferencia termében. Előadást tartanak az EU-s pályázatokról és buktatóiról, mire jó és mire nem a marketing, milyen változások vannak idén az adózás területén, a sikeres vállalkozásról és az első világháború 100 éves évfordulójáról. A részvétel az egyesület tagjainak ingyenes, a konferencia iránt érdeklődő nem tagoknak pedig 50 lej. 2014. június 14-én szombaton 19 órától hobó koncert a Teleki Magyarház kertjében. Földes László hobó József Attila Tudod, hogy nincs bocsánat című estjére a belépés ingyenes. Köszönöm a figyelmet, maradjanak továbbra is a TV Sziget adásai mellett!